A szokásosnál korábban indult az egységes támogatás beadási időszak, tekintettel az idei új támogatási szabályokra, elvekre. Az alap és a zöldítési támogatáson túl több mint 30 féle támogatást igényelhetnek az érintettek. A regisztrált termelők mintegy 400 milliárd forintnyi összeghez jutnak hozzá országos szinten. A megyében eddig a kérelmek mindössze fele érkezett be. Én úgy gondolom, hogy az Agrárgazdasági Kamara mindent megtesz azért, hogy itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mindenki időben be tudja ezt a kötelezettségét vallani. A legutolsó beszélgetésünkön még 13%-ról tartottunk, most ez megközelíti az 50%-ot. A megye falugazdászai úgy nyilatkoznak, hogy május 15-ére el tudjuk ezt a feladatot végezni, úgyhogy nem kérjük a halasztást, egyenlőre úgy tűnik. A kérelmeket, ahogyan eddig is megszokhatták a gazdák, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elektronikus felületén ügyfélkapun keresztül nyújthatják be május 15-ig. Majd ezt követően június 9-ig lehetőség van még a beadásra, de a késedelmes igénylés miatt ebben az esetben a támogatási összegből napi 1%-os levonással számolhatnak a gazdálkodók. Az idén életbe lépett a közös uniós agrárpolitika, amely több változást is hozott az igénylésekben. Bejöttek a kistermelők, akik minimum 500 euróig vállalhatnak a kötelezettséggel nem járó támogatási lehetőség közül. Bejöttek a zöldítések, amitől nagyon féltünk, de a gazdálkodók több időt fordítanak, ők maguk is erre komolyabban állnak ehhez a kérdéshez, úgyhogy nem lett ez annyira félő, most úgy tűnik, mint amennyire előre be lett szarangozva. Egyébként május 15-ig lett szankciómentesen a bevallást elvégezni. A kamara elnöke azt is elmondta, hogy a benyújtási határidő betartása azért fontos, mert csak így fizethető ki október 15-től a területalapú támogatás első részlete.